Sziasztok, Ádám vagyok, a tekető.hu-t nézitek, és az Acer Liquid S2-t fogjuk kicsomagolni, ami a tajvani gyártó a legnagyobb telefonja az eddigiek közül. a hátoldalon láthatunk számos információt róla, 6 szolos kijelzője van, ami Full HD felvontású. Snapdragon 800-as processzor került bele, ami 2,2 GHz-es óra jeleni összesen 4 maggal kettő darab hangszórónk van, 13 megapixeles kamera, ami képes akár 4K rögzítést is, tehát 4K videót, ez volt egyébként az első telefon, amely képes volt erre. De a papírdobozon belül van egy második papírdoboz, igazából egészen minőségi a készülék dobozának csomagolásának kialakítása. Ha felnyitjuk a dobozt, Rögtön itt van a telefon, egy kis zacsiban, amint látható. A doboz tartozékaiba is belenézzünk azért. Van egy szim tálca kinyitó ezen a kis papírlapon kapunk némi használati útmutatót. Van egy mikro-USB-USB adatkábelünk, van egy hálózati adapterünk, ami 2 amperrel fogja tölteni majd az akkumulátort, tehát már már mint egy tablethez, illetve van egy hangszórunk, ami piros, amint látható. Hogyha jól sejtem, akkor aranyozott csatlakozóval rendelkezik majd, legalábbis így úgy néz ki, illetve halójáratba illeszhető. Hát kicsit beat stílusra próbál hajazni, de hát itt a távirányítól, mint jelezve, is és van észer elvileg. Tehát nem egy komolyabb kialakítású headsetünk van természetesen. Nézzük meg magát a telefont akkor itt látható, nem kicsi, az mindenképpen tény. Amint mondtam is, 6 szoros kijelzője van, full HD felbontással, alul van három darab érintő gombunk, ezek világítanak is használat közben. Felül egy íves hangszóró rácsunk, ami mögött piros csík is húzódik meg, ez nem néz ki rosszul. Van előlapi kameránk, fény, illetve távolságérzékelünk. És hát átlagos szélességű keretünk, amint az látszik jelen pillanatban. A hátlap ezúttal piros színű, illetve kicsit olyan borvörös, mondhatni egészen élink, nem néz ki rosszul. Középen éjszerlogunk van, alul egy Dolby Digital Plus logó került, egy kis fémkupakkal tulajdonképpen. éppen. Itt a hátlapon 13 megapixeles kameránk van, egy körkörös vaku valami négy villanót és tartalmaz, tehát elvileg minőségben egy picit jobbnak kellene, hogy legyen ez, mint egy hagyományos vaku esetében, ezt majd megnézzük egyébként a bemutatónkban. A telefon jobb oldalára került, itt felül van a hangerőszabályzó gombunk, középen van egy SIM tálca, illetve mellette a microSD slot, amint látható. illetve itt van a mikro USB csatlakozónk, ez sima viszont a 2.0-ás, viszont látható 5 volt a 2 amperrel tölthető a készülék. Alulra mikrofon került, kettő is. A telefon bal oldalán szintén duplán, de hangszórót találunk itt, illetve itt az elsősorban filmezésnél lehet hasznos, hogy így oldalra került, hiszen így sztereó hanghatást tudunk elérni. Nem olyan vastag telefon tetején pedig van jack csatlakozunk, valamint egy bekapcsoló gombunk. Nagyjából így néz neki kívülről az Acer Liquid S2, a gyártó csúcs kategóriás fablete. Kövessetek minket továbbra is a tekető.hu oldalon. Sziasztok!